Mentovics Éva. Hova tűnt az ellenőrző? Hogy mi történt vele megint? Rátérek a lényegre. Az ágyamon búslakodtam, közben anya lépett be. Vedd elő az ellenőrződ, megnézném a jegyeket. Volt felmérő mostanában? Röbb dolgozat, felelet? Nem volt semmi. Uncsi minden, se felelés, se doga. Nem baj, azért átlapozom. Hadd lássam csak, add oda. Elfordultam, levert a víz. A táskámban matadtam, arcom égett. És jaj, a föld majdnem megnyílt alattam. Ó, hogy milyen buta vagyok, most jövök rá. Én szamár. Ellenőrzi a jegyeket, beszedte a rajztanár. És ártatlan tekintettel pillantottam anyára. Na hát, milyen kedves, gondos! Mindez annak dacára órája sem volt veletek, mert Szabin van a héten. Ó, persze! Ez pár napja volt. Hogy mondhatta? Nem értem. Jaj, de képzeld, mi történt ma. Galád, szörnyű merénylet. Örülhetek, hogy én bőrrel megúsztam az egészet. Rebegtettem pilláimat, ártatlan, jó gyerek. Hazafelé sétáltam épp, tudod, ott a bolt mellett, mikor sütj-sütj elsötétült. Cudarszél fújt, s mit látok, míg mennydörgött szerteszéllyel cikáztak a villámok. Egy percig se tartott talán, ám a szél, a mi haszna, ez alatt az ellenőrzőt a kezemből kikapta. Ugrálhattam én utána, oly magasba szállhatott, esélyem se volt elérni. Kicsi vagyok, láthatod. De ahogy jött, szerte foszlott ez a fodros nagy felleg, felszárított a nap mindent. Eltűntek a vízcseppek. Elillant a cudar szél is. Nyomára se akadtam. Hol lehet az ellenőrzőm? Erdőben? Vagy patakban? Mondtam, közben könycseppjeim a padlóra peregtek. De szomorú, szólt anyukám. Félelmetes lehetett. Szerencse, hogy itthon voltam, és az ablak nyitva volt. Lásd csodát, az ellenőrző beröppent, és itt landolt. Mutatott a kalózkalap mögé, ott a szekrényen. Na hát, anya, csoda történt. Vagyis hát, hogy nem értem. Tényleg csoda, meg is száradt, és a szél se tépte meg. Gyere kicsi, nézzük együtt, lássuk a sok szép jegyet. Hopp, de várjunk, itt egy csúfság. Matek egyes, úgy nézem, egy beírás, hogy a leckéd ma már megint nincs készen. Itt meg az, hogy köpőcsővel lövöldöztél az órákon. Ez pedig, mert pimasz voltál, egy intő, ha jól látom. Eseménydús volt a napod, és a meséd is remek. Büntetés kapsz most tőlem is, a történet így kerek. Tehát mától nincs tévézés, számítógép, egyebek. Úgy tanulj, hogy a leckéid mindig rendben legyenek. Este 8-kor nincs piszmogás, az ágyadba visz az út. Ez volt ám a viharos nap, és a bünti a Istart. Azt ajánlom, vaj be mindent, sose füllencs nagy vihart.